Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az elcigi tesztek. Eljött ez a pillanat is. Végre a Provép kidobta a már olyan régóta várt Provári 2.5-nek az újabb, továbbfejlesztett verzióját. Ez lenne a Provári P3, V3, ki hogy szeretné hívni. Amit lehet első körben tudni a készségről, az az, hogy a Provépnek az online sztoriában nem lehet első neki futásból ezt beszerezni. Csak a jóváhagyott viszonteladók, tehát a disztribútorokon keresztül fogjuk tudni megvenni. Első körben minden disztribútor kapott 2 darab béta készüléket, gondolom azért, hogy ők is esetleg tudják tesztelni, elmondják a hiányosságokat, vagy az észrevételeiket a készülékkel kapcsolatban. Oszi közbenjárásával, illetve Oszi segítségével én is hozzájuthattam egy ilyen készülékhez, amit most már idestova egy jó 3 hete nyúzok, tehát ahogy megkapta rögtön, én is kaptam egy ilyen készüléket. Amit még lehet tudni, hogy a Provép nem fogja kivezetni a 2.5-ös szériát, tehát párhuzamosan fogja értékesíteni, és a végleges árát még nem tudjuk a készüléknek, annyit tudunk, hogy valamivel drágább lesz, mint a 2.5-ös. Hogy mit tud a készülék? Szerintem nézzük meg először a bemutató videóját, a gyári bemutató videóját a Provépnek, és utána megnézzük, hogy mik a benyomások dobozból kibontva, mi van a csomagban, mit tud, mit nem tud, mik azok az esetleges hiányosságok vagy hibák, amik nekem szemet szúrtak. De még egyszer mondom, ezt minden videó előtt elmondhatnám, ezek az én személyes benyomásaim, személyes tapasztalataim, mindenkinek mások a preferenciái. Nekem ezek szúrnak szemet, ezek az észrevételeim, nem kell vele egyetérteni, csak el kell fogadni, hogy én is elmondom a véleményem. Nézzük akkor a videójukat. Most tehát ebben a dobozban érkezett a béta, megnézzük, hogy mi van benne. Maga a készülék, mindjárt kitérünk rá, egy közgyűrű, és egy provépes USB kulcs. A dobozt félre is rakom, nem lesz rá szükség már. Haladjunk a dolgok sorrendjében. Provépes kulcstartó, mi van rajta? Ezen a provépes USB pendrive-on található a készüléknek a használati utasítása PDF formában, közgyűrű. Mindjárt meglátjuk. Készülék. Alapesetben ezzel a összeállítással érkezik, tehát így fér bele a dobozba. Ez 18490, 18500, tehát ezzel a méretkódú cellával tud működni, viszont ha ezt a darabot letekerjük az aljáról, és csak a végzáró elemet, ami egyébként gyönyörűen ki van dolgozva, picit ezt arrébb rakom, mindjárt megnézzük. Tehát így néz ki a végzáróelem, középen a már megszokott rugó, alul a gázelvezető furat. És itt a készülék, ami ilyen kis pirinyó is lehet, és akkor egy 18350-es cellát, ha belehelyezünk, akkor ilyen kompakt
kézbesimuló dologgal állunk szemben. Ezt kiveszem belőle, és normál méretű verzióban nézzük akkor végig. Tehát ezelőbb már láttuk a végzárót. Ugyanez a motívum visszaköszönt egyébként itt az alsó gyűrűn is, ez a bemarás. Ha megyünk fölfele, itt láthatjuk ezt a elnyújtott négyzetformát, ez csak a bétán lesz ilyen, vagy a bétán van ilyen, egyébként a végleges verzió nem lesz. Itt láthatjuk a P3 logót, ez az új design. Fönt a gomb, és a másik oldalon pedig egy OLED kijelző, itt pedig a Provari 3 felirat, illetve amit még látunk, az itt a gyűrűn a Made in USA, másik oldalon pedig a Provape. Itt láthatjuk, hogy micsoda hatalmas korona bemarások vannak, és egyébként ezeket le is tudjuk tekerni. Tehát ez az első gyűrű, ez pedig a másik gyűrű, alapesetben így van benne, és ott középen az 5-10 csatlakozó, itt is szép nagy bemarások vannak, ha ezt letekerjük, a másik oldalán is látjuk. Ennek még a funkcióra nem jöttem rá, hogy miért jó az, hogyha megfordítjuk, tudjuk be annak, hogy majd kiderül. Ami még látszik, hogy itt a középérintkező, ami arra enged következtetni, hogy akár a Provape szerintem kijöhet egy saját kazánnal is, amit majd erre fogunk tudni natívan rácsavarni. És amit még észrevehetünk, egy ollóval megnyomva a közepét, hogy ez a közepe, nem tudom olyan erősen megnyomni, de higgyétek el, itt csak nagyon picit mozog nekem, ez egy rugó ellenében elmozdul, és így gyakorlatilag egy önbeálló középérintkezővel van dolgunk. Ezt visszatekerjük. És a külső gyűrűt is ezzel össze is állítottuk. Beleteszek most egy 490-es AV-cellát. És a kijelző mindjárt ott is látszik, bekapcsolt, Provape. Körülbelül megismerkedtünk, de tényleg csak érintőlegesen, hogy hogy néz ki az új Provari. Kicsit a technikai adatokról. Nem erőltette magát a Provape meg az új készülékkel semmilyen téren, tehát egy picit megint haladtak a trendekkel, de nem egy nagy előrelépés a dolog. Ugye fölültek-e arra a szekérre, hogy ez most már nem csak vari volt, hanem vari watt is kellett, mint egy falat kenyér. Ami a pontos adatokat jelenti, illetve a pontos adatok a készülékről, hogy mit tud. Vari volt üzemmódban 2,9-től 6 voltig lehet egy tizedes lépésekben állítani a feszültséget. Vari watt üzemmódban 3 és 20 watt között lehet állítani 2 wattos lépésekben a teljesítményt. A rátekerhető kazánoknak az ellenállása az 0,7 ohmtól megy fölfelé, tehát most már egy picit a szubomba is bele lehet kacsingatni. Az amper korlát 5 amper, nem sok. Változtattak a felső csatlakozáson, és most már nem ilyen kúpos, mint a régi Provárinak, hanem egy új flattop design-szerű dolog lépett náluk is előtérbe, roppant elegáns és exkluzív bármely más kazánnal, amit rátekerünk, tehát nem kell semmiféle külső szépséggyűrűt
faragni, vagy külön beszerezni hozzá. A csatlakozóról azért azt is kell tudni, hogy ugye ez így 5-10 csatlakozó. Ha letekerjük az összes gyűrűt, ami benne van, akkor a Provép elmondása szerint lesz nekik egy saját natív csatlakozású kazánjuk, soon, tehát ez majd valamikor. A középérintkező állítja magát, tehát ahogy a kazánt rátekerjük, az szépen benyomódik, és a kontakt az fix lesz, ugye rész a középérintkező. Amit nem mutattam a közeli videóban, de most megmutatom, és aztán kíváncsi vagyok, rájöttök-e. Ugye ez egy button top 490-es aksi, és én most rárakom a közgyűrűt, és belerakok, mi hihetetlen, egy flat top aksit. Ennek így nem kéne működnie, ugye? Rátekerjük. És láss csodát, mégis működik. A Provép beállt a sorba. Hála Isten, ajvé, hozsánna testvér, flat top aksikkal is tud már működni a készülék. Ami egyébként fura, mert benne volt ez a kis sárga cetli a dobozban, ahol kifejezetten kérik és igénylik, hogy AV, IMR, High Drain aksik legyenek benne. Szerintem ez most már fölösleges. És ami még számomra fura, hogy megmaradtak a 3,5 voltos limitnél. Az alá nem tudunk menni, nem tudjuk beállítani, nem tudunk vele semmit csinálni, el kell fogadnunk. Ha megnézzünk grafikonokat, akkor láthatjuk, hogy ez a 3,5 volt, igen, van értelme, egy AV-IMR cellánál, ahol 3,5 volt után meredeken elkezd zuhanni a feszültség, és ott pillanatok alatt mély kis ülésbe tudjuk kergetni az aksit, hogyha ez az érték nincs leszabályozva. Viszont ezek a nagy kapacitású 30 amper vagy a fölötti aksik, mondjuk Sony VTC4, VTC5, FS-t, Lila FS-t, vagy az újabb akkumulátorok, ezek már nem 3,5-nél, hanem egész elmehetünk vele mondjuk 3,2-ig, és ott kezd el meredeken zuhanni a teljesítménye, tehát szerintem jó lett volna bele egy ilyen menüpont is, ahol tudjuk állítani, hogy hol kapcsoljon ki. Ugye ott van a beépített kijelző, ott van a színes gomb, ott vannak a profilok, ami alapján mindenféle kazánokat külön el tudunk menteni, akár is drip kazánhoz, tankazánhoz külön-külön beállítás, és azokat tudjuk használni. Ez is jó nála. Ugye nézi a készülék a hőmérsékletet is vizsgálja, tehát egy hőmérséklet érzékelő szenzor is van benne, ezáltal lekapcsol az elektronika, hogyha túl magas lenne a hőmérséklet. Van ez a nagyon hangzatos IQ monitor nevezetű nem alkalmazás, egy menüpont benne, ahol kiírja, hogy a készülékünk milyen formában van, mint egy sportoló mondjuk. Hogyha ez az IQ alacsony, akkor érdemesnek tartjuk arra az időt, hogy szétszedjük, elpucoljuk a meneteket, mert ő a feszültségesésből, a merülésből ki tudja következtetni, és állapítja meg ezt a számot, hogy éppen milyen kondícióban van az eszköz. Piszkosak a menetek, ezért jobban melegszik, ezért ott veszteség van, ezért jobban és gyorsabban fog merülni az aksi. Szétszedjük, elpucoljuk, feltöltjük az aksit, és megnézzük az IQ értéket. Ez általában egyébként ugrálni szokott, de egy tisztán karbantartott készülék esetében nem nagyon megy a jó alá, ahogy látszott itt is. Ugye mivel itt már egy fekvő kijelzőről van szó, amin sok leolvasni való érték van, tudjuk változtatni, hogy jobb vagy balkezes üzemmód. Nekem, mivel balkezes vagyok, pont meg kéne fordítani, de mivel voltak nálam itt olyan emberek, akik jobbkezesek voltak, úgy hagytam, és megtanultam fordítva olvasni így. Be tudjuk állítani, hogy milyen gyorsan scrollozzon, be tudjuk állítani az OLED kijelzőnknek a fényerejét, fordított polaritás elleni védelem természetesen ebben a készülékben is van. Ennyit lehet nagyjából tudni a készülékről. És mivel
mivel ez még csak egy demo, illetve egy beta darab, ezért én úgy tudom, hogy kikérték a viszonteladók, illetve a kereskedők véleményét is egy elégedettségi kérdőív formájában, úgyhogy ők ezt meg is tették. Én kíváncsian várom, hogy lesznek-e rajta változtatások, és ha lesznek, akkor azok mik lesznek. Kíváncsian várom egyébként a végleges verzióját. Nagyon-nagyon vártam a 2.5 után az újat, de most nem éreztem azt így, 2-3 hét teszt után, hogy ez egy ilyen must-have kategória. Tehát várok még egy picit vele, megnézem, hogy milyen lesz a végleges, mit változtatnak rajta. Az viszont nagyon tetszett a készülékben, hogy egy komplett készletet kaptunk, és 350-től egészen 650-ig bármilyen akkumulátorral tudtuk használni. Azzal, ami a dobozban volt, nem kellett külön kiegészítő, nem kellett semmi más, csak a készülék és aksi, ami már ugye lehet flat top is. A teljesítmény meg, az meg egy olyan dolog, hogy hát ez van, 20 watt fölé nem biztos, hogy mindenki akar menni, nem is biztos, hogy kell. Jól ki tudja szolgálni a kazánokat ezzel a teljesítménnyel is. A boostnak a mikéntjére, a erősségére sem a leírásban, sem máshol nem találtam konkrét információt, annyit tudok, hogy boost, és hogy lehet változtatgatni az idejét, de magát a busznak az erősségét, az sehol nem írták le. Hogy az a beállított értéknek a 120-150, akárhány 100%-a nem volt rá vonatkozó információ, és nem is éreztem azt, mint mondjuk az I-nál. Tehát nem éreztem ezt a lökésszerű impulzust az elején. Ettől függetlenül nem is volt rá nagyon szükség. Amit észrevettem, hogy magas teljesített 20 watton direkt kergettük, és egy olyan másfél óra sem kellett hozzá, hogy elég mélyre leszívjuk az aksit, és bár 20 watt volt kiírva a készülékre, nem láttuk sehol, hogy leszabályoz, hisz nem tudta már kitolni azt a teljesítményt, csak a kőz mennyiségéből vettük észre, hogy kisebb a teljesítmény, és volt nálunk egy kontroll aksi, teljesen feltöltve, nehogy az legyen, hogy belebeszéljük saját magunkba, hogy ez tényleg gyengébb, aztán mégsem. Aksi csere után érezhetően nagyobb volt a gőzés, TH-sabb volt a likvid, ugyanaz a likvid, ugyanaz a kazán. Tehát jó lenne, hogyha valami visszacsatolást kapnánk arról, hogy az aksi merül, és nem tolja ki azt, amit a készülék kiír a kijelzőjén. Egyébként patent darab. Most nem érzem azt, hogy váltanom kéne, majd megnézzük a véglegeset. Remélem ezzel a kis béta ismertető videóval hasznos információkat tudtam átadni nektek. Várjuk az éles darabot. Még egyszer köszönöm szépen Oszinak a tesztpéldányt, illetve a Vét42 webáruháznak. Sziasztok!